Az Egyesült Államok csapata tarolt a vasárnapi Tokiói Szertorna világkupán. Morgan Hurdnek mind a négy számot összesen több mint 55 ponttal sikerült teljesítenie. A lóugrás után még a japán Ashuka Teremoto állt az élen, de bámulatos gerenda gyakorlatával a kanadai Eli Blacknek sikerült átvennie a vezetést. Hurd az utolsó pillanatban tudott fordítani, miután talajgyakorlata teljesen lenyűgözte a zsűrit, és 13,6 pontot hozott számára. A férfiak közt is amerikai siker született. Szent Mikulák miután megnyerte a lólengést, már megállíthatatlannak bizonyult. Mind a hat számban az élen végzett, és csak két japán kihívójának, Vátaru és Kenzo Shirahinak sikerült egy időre megszorongatnia. De a 26 éves tornász ezzel az ugrással végleg bebiztosította a VB aranyát.